Üdvözlet mindenkinek! A mai videóban a hazai terepasztalok egyik jellegzetes jármű családjáról szeretnék beszélni nektek egy kicsit, ez pedig a Fugert kocsik. Két részre oszthatóak, ugye van elsősorban ez az itt látható négy fajta kocsi, ez a távolsági személykocsi család, illetve a videó második részében fogok beszélni a elővárosi személykocsikról is, ugye a BHV és a hozzátartozó vezérlőkocsikról. Most elsősorban a MÁV járműveket fogom itt végignézegetni, ugye ezekből kiadásra kerül Gyesev is, de most a MÁV-os kocsikra fogok fókuszálni. Ezek a személykocsik a nagyvasúton hosszú évtizedekig voltak a személyvonatok igáslovai. Ugyan a számuk nagyon komolyan megfogyatkozott, gyakorlatilag ugye ilyen AP és BY, illetve ugye a büfékocsiból már nem található, őket kivonták a forgalomból. Ilyen kis paklikocsi és a bicikliszállítós verziója azért még előfordul néhány esetben. Ennek a személykocsi családnak a gyökerei a 40-es évekre nyúlnak vissza a CAK kocsikig. CAK kocsi szekrényű kocsinak szoktuk ezeket nevezni, ugye ez az első osztály talán a legillusztrisabb példa rá a behúzott végeivel, de tudni kell, hogy ugye az egész formavilág meg minden ugye a többi kocsinál is hasonló, ugye a hosszuk, ez a 23,74 méter, és egészen innen ered. Ezek a kocsik nagyobb számban a 70-es években kezdtek el megjelenni a MÁV vonalain, ugye itt a távolsági kocsikra gondolok. Nekik is voltak elődjeik ugyan, de amiket a Fugert kiadott, ezek gyakorlatilag ettől datálódnak. Igazándiból a kocsi család áll az első osztályú 10 ablakos kocsiból, a másodosztályú kocsiból, a büfékocsiból és a pakli kocsiból, itt a Podgyásztér van ugye ezen a részen. Ez a pakli kocsi nagyon hasonlít ugye a BHV kocsira, de mégsem ugyanaz. Ezek mellett ugye még ott vannak a BHV kocsik, illetve a hozzájuk tartozó különböző vezérlő kocsik. Róluk a második felében fogok beszélni a videónak. Hát nézzük meg a modelleket. Itt először is ugye a Fugert ezt a BY kocsit adta ki. Ő 1992. novemberében jelent meg a fellelhető információk alapján. Ha ezek esetleg pontatlanok és tudtok jobbat, akkor nyugodtan írjátok meg. De van egy ilyen kis táblázatom, és ott 1992. novemberre van megjelenési dátumként. És ha emlékeim nem csalnak, és a fényképre írt dátum se, amin ezzel a kocsival le vagyok fényképezve 92. decemberében karácsonykor, akkor ez a kocsi tényleg ekkor jelenhetett meg. Ez a legeslegelső kiadású kocsi, 107-es pályaszámú BY, látszik, hogy kicsit viseltes, de hát egy 29 éves járműről beszélünk, egy 29 éves vasútmodellről, amit egészen kisgyerekkorom óta használok és használtam. Ezt a kocsit én megőriztem az eredeti kivitelében, tehát az eredeti forgóvázak vannak alatta, egyedül itt a rövid kapcsolót tettem be a végére, hogy másik járművekkel lehessen kapcsolni, de minden másban ő az akkori kivitel szerinti, nincs benne belső berendezése, gyakorlatilag teljesen gyári. Ugye, ha megnézzük ezt a kocsit, az én emlékeimben ez a kocsi 800 forintos árral van meg. Hát ez akkor nem volt annyira kevés, ugye gondoljunk bele, 90-es évek elejét írjuk. És hát ehhez képest nézzük meg, hogy mit kapunk. Ugye maga a kocsi szekrény, az, ha így távolról nézzük, akkor azért így hasonlít a BY-ra, de azért vannak eltérések. Nincs annyira kidolgozva, mint akár egy korabeli Zaxxen vagy Rokó kocsi. Nagyon egyszerű kivitelű járműről beszélünk. A forgóvázaiban műanyag kerekek találhatóak. A forgóvázak azok gyakorlatilag a régi Schicht kocsiknak a ilyen görlitz, hossztorzított forgóváza. Tehát ez arról lett lemásolva, hogyha megnézzük. Nyilván módosítva lett a szerszám, hogy ugye itt a felfogatással stimmeljen, de ez nem a kocsik alatt levő eredeti forgóváz, ami ugye egy kaláka, vagy egy VUK 90-es típusú.
hanem ez egy sikt kocsinak a forgóváza gyakorlatilag. A kocsi többi része, és ugye tiszta műanyag, egyelőre benn van benne egy fém súly. Ugye a kapaszkodók is eléggé elnagyoltak, itt az ajtók környéke is. Az ablakoknál sajnos el van követve az a hiba, hogy ugyan az ablak kivágás mérete az mérethelyes, viszont nem lett számításba véve, hogy a kerettel együtt az ablakok azok nagyobbak. Tehát igazándiból ezek az ablakok itt a modellen pont kisebbek, mint aminek kéne lennie. Az igazi BY kocsin ugye a keret az nem az ablak kivágáson belül van, hanem azon kívül van, tehát pont itt kint kéne elhelyezkednie, annyival nagyobb ablakot kellett volna vágni így a kasznira. Ez az egyik olyan hiba, amit hát utólag nagyon nehéz orvosolni, mert gyakorlatilag itt 10 ablakot kéne kivágni, illetve 12-t a mindkét oldalon, ugye a kis WC ablakokkal együtt. És sajnos ez azért eléggé meghatározza azt, hogy formailag azért úgy szerintem hozza egy picit a BY-t, de azért, hogyha megnézzük egy olyan képet mellé, amit az egyik modellezőtársunk megcsinálta azt, hogy rendes mérethelyes ablak kereteket rakott ide kívülre, akkor ott azért látszik, hogy mekkora a különbség, és hogy az eredeti kocsin is ugye ezek az ablakok mennyivel nagyobbak. Ami másik probléma, az itt az ajtóknál van. Hogyha megnézzük közelebbről, itt az ajtó az teljesen a kaszni síkjában van, a kapaszkodókkal együtt. Tehát ez sem teljesen pontos, ugyanis az eredeti kocsin itt az ajtónál van egy ilyen kis bemélyedés, és már a kapaszkodók is itt egy ilyen kis bemélyedésben találhatóak, és az ajtó az nem a kocsi síkjával van egy vonalban, hanem ez beljebb van süllyesztve. Ez is egy olyan hiba sajnos, ami aztán végigkísérte ezt az egész személykocsi sorozatot, ugye nem csak a BY-nál, hanem a büfékocsinál, és sajnos a másik járműveknél is, amik hasonló alapra készültek. Az alváza viszonylag egyszerű, itt nekem az a meglátásom, hogy szintén egy ilyen egyszerűsített dologgal van dolgunk. Itt van egy akkumulátorládánk, meg egy ilyen elektromos dobozunk, hát ezeknek köze nincs ahhoz, hogy az eredeti kocsin ez hogy néz ki, tehát ez ilyen jelzésképpen van csak itt fönt, viszont a gőzfűtésnek a kábele, illetve vezetéke, ez helyesen itt meg van jelenítve. Más kérdés az, hogy ennek a rögzítése az elég bonyolult, elég nehéz, mert nem igazán szeret itt a helyén megmaradni. Magának ennek a kocsinak így műanyag kerekekkel a futása az valami borzasztó. Érdemes kicserélni fémkerekekre, ha van az embernek affinitása, illetve az újabb kiadásokat, azokat már eleve fémkerekekkel csinálták. Láthatjuk azt is, hogy ugye ez egy első kiadású kocsi, és hát a tamponozás az, hogy is mondjam, szóval közel se annyira éles, pontos és szép, mint egy újabb verzión, illetve ugye hát itt az enyémen már elég erősen megkopott, tehát hogy itt ez a sok karambol leesés, fogdosás okán, itt elég erősen kopott a tamponozás a kocsinak, talán ezen az oldalán jobban látszik, de hát elég vastagok ezek a betűk bizony sajnos. Ez egy eredeti 92-es gyári Fugert kocsi. Igazándiból a következő kocsikon meg fogom mutatni, hogy mi az, amit így pluszban is hozzá lehet ezekhez a járművekhez tenni. Ugye a másik jármű, az az első osztályú kocsi, az AP 1027-es középszámcsoportú kocsi, ez a valóságban is egy 10 ablakos első osztályú kocsi. Nekem az a meglátásom, hogy itt azért egy picit közelebb állunk már az eredeti járműhöz. Az ablakoknak a mérete hasonlóan a BY-hoz, itt se teljesen stimmel, tehát itt is ugye az 1 méter x 1 méteres, ha jól emlékszem, ablak, az a kivágásra vonatkozik, kerettel együtt ez szintén több lenne, tehát ez itt nem oké. Illetve itt, ha a kocsi végeket megfigyeljük, viszont az ajtónál valamivel pontosabb, ugye a BY kocsiknál megszokott ilyen kis behúzás itt nincsen jelen, tehát ez itt például helyes, hogy itt a oldalfal síkjában van
az ajtó és a kapaszkodók. Az alváz az Ctrl-C, Ctrl-V, tehát ugyanaz, ami a BY kocsi alatt is van, tehát nem igazán részletezném tovább a dolgokat, illetve ugye ennek a kocsinak is a forgóváza az ugyanaz a shift másolat gyári kivitelben, viszont én ezeket már mind lecseréltem a Porsche modell kaláka forgóvázaira. Ezek a kaláka 3-as forgóvázak, ezek pontos mérethelyes és exakt termékek, gyakorlatilag ha nem is teljes egészében, de nagyon komolyan feljavítják így a kocsinak a kinézetét, ugye hozzáadják azt a jellegzetes forgóvázat, ami ezek alatt a kocsik alatt található. Én úgy emlékszem, hogy később jelentek meg a behúzott végű AP kocsik. 95 van írva nekem ebbe a kis táblázatomba, ugye a behúzott vég az ez, amit itt most meg tudunk nézni, amikor nem sík itt az oldalfa, hanem van ez a kis bemélyedés. Korábban is voltak AP kocsik, nekem is volt egy olyan AP kocsim, ami gyakorlatilag egy BY kaszni volt, csak első osztályúra festve tamponozva. Attól aztán meg is váltam, és vettem helyette egy ilyen kocsit, aminek legalább a vége akkor jobban reprezentálja az eredeti járművet. Ez a kocsi, mondom, 95 körül jelenhetett meg, illetve akkor jelentek meg ugye BHV-ból is, addig nem behúzott végű BHV kocsik voltak, tehát ugyanaz volt a vége, mint a BY kocsinak. Szóval így néz ki ez az AP kocsi, belső berendezést is tettem bele, nem tudom mennyi látszik belőle, ugye ezek az első generációs járművek még olyan ablakkal rendelkeztek, ami nem volt átlátszó. Meg volt valahogy, nem tudom, homokfújva, vagy nem tudom mivel megcsinálva ez a szerszámnak a belső oldala, és ilyen enyhén homályos volt, ugye ezzel próbálta a gyártó elfedni azt, hogy ezekben a kocsikban, ezekben nincs gyárilag belső berendezés. Az újabb kiadásokon itt azért már módosítottak, ott már olyan ablak került beléjük, amik elég egész jól átlátszóak, és hogy teszünk beléjük belső berendezést, akkor látszanak benne. Ő se az a Rocco, vagy Acme, vagy akár Tilthik kategória. Így feelingbe szerintem így az összes fugárt jármű közül talán ez az első osztály az, ami a legközelebb áll az eredeti kocsihoz, viszont azért benne is vannak nagyon komoly kompromisszumok, itt amiket említettem most korábban. Hát azért a helyén kell kezelni ezeket a járműveket szerintem. Ugye ez egy újabb kiadás, pontos dátumot hozzá sem tudok mondani, de látszik az, hogy itt már a festés is és a feliratozás is azért egy fokkal szebben sikerült, élesebb rajta minden, jobban el lehet olvasni ott a kis alvász feliratokat is, meg minden kis apró részletet, egyenletesebb, szebb a festése, úgyhogy ez már egy minőségi ugrás volt. Ez a kocsi szerintem ilyen 2008-2006 körül lett talán kiadva, mert ugye ez már ez a rendes ralszín helyes. Ugye ezt meg kell említeni, hogy ez a BY kocsi nem fakult meg, ez gyárilag ilyen színű, tehát neki nem pontos festési sémája sem. Hát menjünk tovább a büfé kocsira. Ez a büfé kocsi, ez hogyha jól tudom, 95-ös megjelenésű szintén. Gyakorlatilag ő is egy BY kocsi, az egyik oldali szerszám van módosítva, itt az ablak kiosztások ugye módosultak a VRY kocsikéhoz megfelelően, tehát itt ugye látszik, hogy itt nincs ajtó a végén, illetve itt ugye a belsőhöz hűen itt ugye igazodnak az ablakok. A másik oldala a kocsinak egyébként megegyezik egy sima mezei BY kocsijéval. Ez a darab, ez egy már későbbi kiadású, ez egy Kvabla által festett, feliratozott, meg tamponozott jármű. Itt már helyesen fönt van a kis szellőzője is a konyhának, illetve ugye alá is raktam kaláka forgóvázat, került bele belső berendezés is. Úgyhogy egy tuningolt járműről beszélünk. Maga forma, maga az alapok, azok viszont ezeknél a kocsiknál is
teljesen megegyeztek a BY kocsikéval. Ugye itt látszik egyébként a három kocsinak három eltérő színezése van. Nehéz megmondani, nagyjából ugye a VRY kocsi az szerintem, ami teljesen színhű. Ugye ő a BY kocsi, ami egy kicsit sötétebb talán, az AP kocsinak egy picit talán az árnyalata más, illetve itt van az utolsó kocsi ebből a sorozatból, a BDBH pakli kocsi, amit én már antikoltam, ennek az a története, hogy balesetes volt a jármű, sérült a teteje, és úgy voltam vele, hogy akkor ezt nagyon jól el lehet fedni némi vasporral és dzsuvával, úgyhogy ez antikolva lehet, viszont talán még így is látszik rajta, hogy ennek a színe, ez valami iszonyatosan eltér mindentől. Én úgy szoktam ezeket nevezni, hogy bilikék, mert ilyen nagyon világos kék kocsi. Ugye ez a kocsi, ez nem elővárosi, nincs benne alapból távvezérlési vezeték, ő egy sima távolsági pakli kocsi. Ha jól emlékszem, 95 vagy 90, 96-ot ír itt nekem a táblázat, akkor jelent meg, ugye már behúzott végekkel, tehát ez helyes. A nagyjából ugye úgy néz ki, hogy az egyik fele az egy BHV, a másik fele meg ugye egy szintén egy módosított valami. Így rakták össze ugye a szerszámot. Annyit kell egyébként a szerszámokról is tudni, hogy én egyszer ezeket láttam, hogy működik, és gyakorlatilag így legózni lehet vele. Tehát lehet olyan kocsit csinálni, aminek az egyik fele egy ilyen pakli kocsi, a másik fele meg egy BHV, tehát ezeket szabadon lehet cserélgetni. Itt a végeknél látszik ugye talán a szerszám betéteknek az illesztése is, hogy ez hogy történt meg. Egész jól ki lett egyébként találva, hogy igazándiból minimális befektetéssel lehet ugyanabból a rendszerből ugye másfajta kocsikat kihozni. Lényeg a lényeg, itt ennél a kocsinál is egyébként ugyanaz a Bibi, mint ami Bibi van a BHV-knál és a vezérlőkocsiknál. Hogyha megnézzük, akkor az ablakok mérete az teljesen rossz. Többször volt erről téma meg beszélgetés a fórumon, az Index fórumon, ott az a konszenzus jött, és azt találták meg más topiktársak is, hogy igazándiból az ablak méreteket azt a BH kocsiéről, annak a jellegrajzáról vehette valószínűleg a gyártó, hiszen annak vannak ilyen kicsit hosszúkás ablakai. A BHV kocsiknak nem. És valószínűleg ebből adódhat, hogy ez így alakult. Ezek az ablak méretek, ezek teljesen nem jók. Mindjárt berakok egy képet arról, hogy néz ki egyébként egy igazi BHV kocsi emellé, a kocsi mellé rakva, teljesen más. Tehát, hogy sokkal magasabbak a BHV kocsi ablakai, teljesen más itt a középajtónál is, az ajtónak is a kiképzése, az ajtónál is az ablakarányok másak, tehát ez sajnos nem lett megfelelően kialakítva. Az ablakok méretezése az a BH kocsiékhoz hasonló, a teli ablakos BH kocsiékhoz hasonló. Minden másban egyébként ugye ez is újra felhasznált alkatrészekkel készült, tehát az alváz az megint csak Ctrl-C, Ctrl-V, annyi van, hogy itt a szerszám betéten, itt ez a középső rész, ez úgy van módosítva, hogy itt ez a feljáró ajtós dolog van benne, de az akkumulátorráda, ez a doboz, ez ugyanaz, mint az összes többi kocsin. Ugyanaz a forgóváz jár alá gyárilag, hát itt is ugye ki lett cserélve erre a Kaláka 3-asra, illetve kocsi végeknél is. Ennél a kocsinál az a nagy hiba, hogy az igazi kocsik vége az egy befele szűkülő kis dolog, egy nagyon picit szűkül csak. Ezeknél a kocsiknál ez nincs leképezve, tehát teljesen síkban van itt is az egész, teljesen egyenes. Ezt meg lehetett volna csinálni, még akár az alváz módosítása nélkül is, mert annyira picit szűkül csak az egész, hogy itt gyakorlatilag anyagában, az oldalfal anyagából lehetett volna szerintem annyit engedni a vége fele, hogy ez ne legyen probléma, de
ez nem készült kialakításra. Úgyhogy ez a személykocsi család utolsó tagja, illetve hát ugye vannak még különböző kis szériások által gyártott biciklis, ilyen BDBHV kocsik, illetve ugye a gyesev járművek vannak, de a Fugert azt ezt a négy mávos kocsit adta ki tudomásom szerint így gyárilag. Ami másik készült, az jellemzően mondom, ezek a különböző kis szériások, Kvablának voltak különböző kiadásai, Vasútmodellcentrumnak voltak különböző kiadásai, illetve egyéb más kisebb gyártók megrendelésére készültek ilyen kocsik. Úgyhogy így néz ki a teljes sor, ezek a távolsági kocsiai a Fugertnek, hát kicsit olyan, mint a magyar narancs, kicsit keserű, kicsit sárga, kicsit nem olyan íze van, mint az igazinak, de a miénk. Tényleg, aki azt várja el, hogy ezek olyan minőséget képviseljenek, mint egy Rocco, vagy akár egy korai Zaxxen kocsi is, csalódni fog. Nem szabad ezt elvárni tőlük. Ezek a 90-es évek elejének a korszínvonalát tükrözik, amit ki lehetett szerintem belőlük hozni, azt nagyjából megpróbálta a gyártó. A különböző ilyen kis eltéréseknek a kidolgozása miatt, hogy ezek miért úgy történtek, miért nem úgy lett megcsinálva, ezeket valószínűleg már nem fogjuk megtudni, így kell együtt élni velük. Ami nekem nagyon nagy sajnálat, amit nagyon sajnálok, az, hogy ezeknek a kocsiknak az ára az utóbbi időkben borzasztóan fölment, annak ellenére, hogy ugye nem egy komoly minőségi kidolgozású termékről beszélünk. Míg például a Kokáér, ha jól emlékszem, ezt a BDH kocsit 97-ben, ilyen 1000 forint körüli áron volt ez a kocsi, amikor egy csörgő volt 9800 forint, és amikor egy Rocco mozdony volt 25000 forint, hát most ezeket a kocsikat, például ezt a Kvabla VRY-t, 18000 forintért vettem. Na most 18000 forintért lehet kapni egy Harris Y kocsit, lehet kapni itt a korábban bemutatott Tillig Y kocsit, szóval nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fölment ezeknek az ára. Nem tudjuk, hogy működik a Fugert per pillanat. Elő-erő kerülnek ugye a jellemzően a Kvablától ilyen általa festett kocsik, tehát feltételezhetően alapanyag van. Viszont nyilván ugye, mivel nincs olyan kvázi nagyszériás gyártás, mint a 90-es években, 2000-es évek elején, hát ez indokolhatja azt, hogy így fölment ezeknek a járműveknek az ára. Sajnos alapkivitelbe, hogyha van is ilyen kocsi éppen egy boltba, akkor az ezzel a nem megfelelő forgóvázzal kapható, nincs benne belső berendezés. Szerintem így nem éri meg, én nem is nagyon veszegettem az utóbbi időkben ilyen kocsikat újonnan. A legutóbbi, amit én vettem, az utolsó gyári kiadása volt a Fugert BHV-nak és a vezérlőkocsinak. Ezt 6500-ért vettem 2017-ben szerintem, nem vagyok benne biztos, de nagyjából akörül 6500 forintért vettem ezt a kocsit. Annyit megér. 17000-et szerintem egyik sem. Teljesen független, hogy ki festette, hogy festette, mit csinált, mennyire szép a festés, mennyire szépek a feliratok. Ezek a kocsik, ezek egyszerűen ennyit érnek szerintem. És sajnos még használtan is jellemzően ilyen 10000 forint környéke volt. Talán a vasútmodellcentrumos kiadások voltak itt az elmúlt évtized közepe vége fele azok, amik még úgy ez az ilyen 11-2000 forintos kategóriába mentek, amiket úgy még az ember lenyelt, de ilyen 18-20-25000 forintokat én már nem adnék értük, úgyhogy ami itt látszik, ezek vannak, ezek is maradnak, és akármennyire csábító számomra a boltba venni újonnan másik pályaszámú, másik feliratozású kocsit, én ezekről inkább lemondtam, akkor inkább veszek egy Rocco valamilyen tetszőleges osztrák vagy német kocsit, ami bejárt hozzánk 11-2000 forintért. Én többre megyek vele, mint mondjuk ezekkel. Nagyon szép emlék, és nagyon tényleg
ez a BY, ez szerintem velem jön a híd alá is, hogyha olyan helyzet van, de egyszerűen nagyon elmúlt felettük az idő, és sajnos nem felelnek ezek a kocsik már meg az adott kor követelményeinek szerintem. Úgyhogy ez lett volna az első rész, ugye most kicsit spoilereztem itt a BHV-val, az egy kicsit rövidebb lesz már szerintem, mert ott ugye csak két kocsit fogok így átnézegetni, de az majd jön a következő héten. Jó, köszönöm szépen, hogy megnézted a videót, további szép napot, jó modellezést kívánok mindenkinek!